Hamarosan megkezdődnek Pécsett a Modern Városok programhoz kapcsolódó fejlesztések. Ennek részleteiről beszélgetünk a stúdióban Jenei Zoltán kancellár úrral. Üdvözlöm! Köszönöm a meghívást! Mi is az a Modern Városok program? Hogyan kapcsolódik ehhez Pécs és az egyetem? A Modern Városok program a kormány által jó néhány évvel ezelőtt elindult országos fejlesztési program, és ennek szerencsére a Pécs önkormányzat, a pécsi térség is a részese lehet. A miniszterelnök Pécs megyejúváros vezetőjével, polgármester úrral írt alá 2 évvel ezelőtt egy megállapodást. Ennek a részleteit egy kormányhatározat rögzíti, amelyben a helyi közösség, a helyi gazdasági társadalmi szféra igényeit finanszírozza meg célzott támogatással a kormány, és szerencsére ennek mentén a Pécsi Egyetem is egy nagyon komoly fejlesztésben részesül. Ennek kapcsán milyen fejlesztések várhatók? A rendelkezésünkre álló keret az 24 milliárd forint. Az elmúlt több mint másfél évben nagyon komoly belső egyeztetések voltak arról, hogy melyik kar, melyik intézet, melyik ingatlan milyen formában részesüljön a fejlesztésből, és volt egy olyan időszak, amikor az általam nem vitatott jogos tartalmú igények érték elérte a 44 milliárd forintot, de hát nem nagyon tudtunk mit tenni, hiszen a rendelkezésünkre álló hatalmas összeg is csak 24 milliárd forint, így aztán el kellett kezdeni ezekből az igényekből egy kicsit visszalépni. De én nagyon remélem, hogy a mára kialakult és nagyon jól látható ingatlanfejlesztési program mindenkinek a támogatását bírja. Milyen egyetemhez kapcsolódó intézmények és egyetemi karok lesznek benne a fejlesztésben? A leginkább érintett épp azért, mert a fejlesztési programnak a célja való az egyetem versenyképességének a javítása, a külföldi hallgató létszámnak az emelése, senki által nem vitatott módon az orvostudományi kar fejlesztése. Az előzetes egyeztetések során is elég egyértelművé vált, hogy az alaptörletet is bővíteni kell, tehát szükség van egy új kampuszra, és az is nagyon fontos, hogy próbáljuk a meglévő ingatlanállományt egy kicsit felújítani, mert iszonyú mostan a körülmények között tanulnak a hallgatóink, magyarok, külföldiek egyaránt, és valóban nagyon nehéz körülményeket tudunk most még csak adni az ott dolgozó kollégáknak is. Így aztán senki által nem vitatott módon ez az egész programnak az ászlóshajója, önmagában egy 7,5 milliárd forint értékű fejlesztés, és ehhez persze még kapcsolódik jó néhány kisebb értékű beruházás. Várhatóan mikorra végeznek a beruházásokkal? Jó lenne ezt már tudni. Egyelőre a közbeszerzési eljárások kiírásánál tartunk. Az előzetes egyeztetések hosszúságától függetlenül azért való elégedett vagyok azzal, ahol most tartunk, hiszen tavaly év végén már több mint 10 milliárd forint értékben sikerült lekötni ebből a hatalmas kormányzati támogatásból. Ebben megjelenik az orvostudományi kar beruházása is. De az fontos, hogy közbeszerzési eljárás vége felé járunk, én nagyon remélem, hogy eredményes lesz, nagyon remélem, hogy olyan ajánlattevők nyújtanak be pályázatot, akik a tartalmát megértik, és akik a költségvetési keretet is elfogadják. Ebben az esetben még ebben az oktatási tavaszi időszakban meg lesz a szerződés a győztes váraton konzorciummal, és onnan számítva talán másfél év, mire az orvostudományi karnak a beruházása befejeződik, a teljes programot valamikor 2019 végén mindenképp szeretnénk zárni. Milyen hatással lesz ez a régió gazdaságára, amit várnak hosszabb távon a programtól? Szerintem többféle hatása lesz. Az egyik, hogyha a program részeként minden egyes kar, nem csak az orvostudományi terület, műszaki kar, bölcsészkar, sokkal nagyobb figyelmet fordít arra, hogy külföldi hallgatókat csábítsunk ide, akkor ennek önmagában van egy gazdaságélénkítő ereje. Nem teljesen megalapozott, de piaci becsések szerint évente akár 3-4 milliárd forinttal emelkedhet az az érték, amit a külföldi hallgatók hozzátartozik, elköltenek a városban és a térségben. Nagyon lényeges az is, hogy reményeim szerint ezekben a közbeszerzési eljárásokban nagyon sok olyan elem lesz, amiben pécsi székhelyű vállalkozások akár nyertesek lesznek, de mindenképp a győzteseknek valamilyen partnerei, hiszen nagyon lényeges az, hogy ebben az óriási fejlesztési lehetőségben ők megtalálják a saját szerepüket. Erről előzetes egyeztetések folynak, nagyon nehéz a közbeszerzési törvény hatálya alatt azt kijelenteni, hogy pécsiek fogják megnyerni valamennyi közbeszerzési eljárás, de hogy legyenek ennek részesei, és kicsit ismerve az építőiparnak a mai állapot, tehát én úgy gondolom, hogy az nem vitatható. Az egyetem egy várható következő vállalása a Zöld Egyetem projekt. Mit tudhatunk erről? Ez egy nagyon izgalmas kísérlet, és már 2 évvel ezelőtt, amikor megkezdtem a kancellári feladatok ellátását, és közlekedtem az egyetem ingatlanjában, nagyon bosszantott az, hogy mennyire pazarolunk energiával, mennyire nem figyelünk a környezetünkre, hogy néz ki egyáltalán az ingatlan park. És én úgy gondolom, hogy ha szeretnénk egy kicsit változtatni a szemléletünkön, ha magunkénak akarjuk érezni azt, ami körülvesz bennünket, és ennek szeretnénk élvezni akár a költségvetési kedvező hatását is, akkor tudatosan kell készülnünk egy zöld egyetemi vízióra. Nagyon sok egyetem ingatlanban jártam már, jó néhány területen előttünk járnak, de én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ahol csak lehet, figyeljünk arra, hogy mennyire
jó szemlélettel, milyen gondoskodással tekintünk a környezetünkre, hogy valóban a világításban milyen pazarlás van, hogy a papírfelhasználásunkban mit lehet. Ezek apróságoknak tűnnek, de hogyha ezen valóban változtatunk, akkor utána úgy gondolom, hogy az eredmény nem fog elmaradni, és tényleg sokkal közelebb kerülünk érzelmileg is ahhoz a munkahelyhez, ahol dolgozunk nap mint nap. Köszönjük szépen az információkat. Én is köszönöm.